Kérünk szépen azt, hogy két sértettet, akinek az autója itt van a Budaörsi Sport utcai telepen. Gyertek ide mellém. Köszönjük szépen a rendőrségnek ezt a profi felvezetést, ahogy Budapestről ide kihoztak minket a megbeszéltek alapján. Ebben idáig nagyon meg vagyunk elégedve, balesetmentesen, szépen, simán ide tudtunk érkezni, és tudtuk tájékoztatni az úton lévő lakosságot, hogy ennek az autós vonulásnak mi a célja. Egy kis technikai információ. A rendőrséget most arra kérnénk, hogy a tüntetők, akinek pisilni kell, mert vannak néhányan, hogy hadd menjenek be a rendőrség épületébe. De ezt meg lehet-e oldani? Ki ebben az illetékes? Hölgyek! Kettesével lehet menni pisilni! Köszönjük! Nyilván nem vagyunk mi fából. Uram, tegyenek már bal meg, hogy itt ez a sáv, maradjunk már meg, hogy jó, oda menjenek. Nem, erre. Hát itt ez a két sáv van, ezt meg tudják oldani. Itt el lehet mondani mindent, csak azért, mert a kapitányság ugyanúgy üzemel, hogyha kell valakit, hogy vigyünk, hozzunk, akkor ne legyen már felmutatásra. Tehát ez az árulat. És már így sem vagyunk. Éven, csak a két autót Laci, kérjük. Úgy lehet, csak egy fiú, egy lány. Egy fiú, egy lány, igen, úgy lehet menni pisilni. Vagy csak két oda lány. Oda kell állni, és itt az operálódat. Szóval, aki nem ismerné a történetet, most azért itt elmondom a rendőrség előtt, és nem véletlenül itt álltunk meg a rendőrség és az ügyészség épülete előtt ebben a demonstrációval.